legújabb videóban, és igen, egy kicsit ez most fura lehet nektek. Ugye, és hát igen, itt vagyok Dami Skinjével, és így fogom most jelenleg embereket megtrollkodni. Na, és ugye, hát ez nem egy normális trollkodás lesz, ugye? Mert hogy minden felelősség úgymond Danira hárul, mert hát végül is Daniként vagyok itt. Szóval, ja. Először is egy kis szobaátrendezés, szerintem a kék az nem kell ide, hanem ide ilyen kis rózsaszín szőnyekkel, tudjátok, mint az izének, mint a lány lenne. Jézusom, kíváncsi leszek, mit fog hozzászólni, a teljes szobát így lepadlószőnyegezem, bíbor szőnyeggel, így szép kis ilyen lilás bíboros, de miért nem tudok rakni? Nem tudom, na mindegy, pár helyre így nem tudok rakni, na mindegy. Jó, ez így. Miért itt amúgy mi van? Nem tudok semmit rakni. Érdekes. Mi? Itt vannak táblák, csak nekem valamiért ezek láthatatlanok. Jó van, oké, ezt azért rakjuk így vissza. Na, ide nem kell ilyen. Leszek egy kicsit azért kedves is, mert csinálok neki mondjuk egy számítógépet. És hát úgy csinálok neki egy eszközkeretből. Mert hát most ugye nyilván nincsen csak úgy random pénzem. Erre, ó, purpur lépcső, tökéletes. Purpur, így ide, és virág. Jó lesz, mi egy szép virág, pipacs, parancsolj, itt a gép, ide is írom táblával, hogy gép, hogyha esetleg nem jönne rá. Gép. Na, így. Jó, oké, menjünk le. Szerintem most már itt az ideje annak, hogy másokat is szivatgassunk. Na, mondjuk itt van ez. A medencét nagyon sokszor használja, de most valamiért nem kedveli a medencét. Jézusom, gyorsan kell, amúgy kreatívba vagyok, igen. Isten, lerakok videóba. Na, oké, elmúlt? Oké, hoppá. Nem kell, így. Volt medence, nincs medence. És akkor majd, ha a szomszédok majd így látják, akkor majd azt fogják mondani, hogy de te csináltad. Na, kocsi az, kocsihoz, nem kellenek bele kerehek, az már biztos. Így, és mi egy nagyon-nagyon rossz szín ilyen üvegből, amin így nagyon nehéz átlátni. Szerintem, az ilyen sötét zölden, nem, ezen nem nehéz átlatni. A világos zöld üvegem, szerintem az egy kicsit nehezebb lenne így átlátni, így valahogy. Na, csak hogyha majd be akarsz venni, bár nem tudom, még így is jó, nem baj majd, akkor azt fogjuk neki beadni, hogy csak szimplán így, ja, tehát hogy így itt van, véletlen. Volt, na, oké, kocsi készen van. Falusiakkal mit kéne csinálni. Srácok, amúgy, hogy ha tetszett ez a videó, akkor dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel, amit háromig számolok. 1, 2, 3, és hogyha most megnyomtátok, akkor kis, azaz most jelenleg Dani kutya haverjai lehettek, ez így milyen, na várjatok, kis kutya haverjai lehettek és danisták, vagy nem tudom, hogy szoktam mondani pontosan. Valahogy így. Na, legyen az, hogy egy élő halott falusi, értelem. Így megpróbál beilleszkedni többiek közé. Jaj, ne! Támadja! Ajaj, azt hiszem nem akarom. Gyémántkard, gyere! Ne laggolj! Nem tudom. Nagyon-nagyon furán mozog így. Na, jó, oké. Megmentettük a falusiakat, ez egy plusz pont náluk. Na, Tegyünk kis ilyen butaságot, hogy mondjuk ide bejövünk, és engedünk, nem is ezt, hanem gömbhalidézőt így ide ebbe. Már csodálkoznak így a pizzások, hogy mit keres itt gömbhal. TV nem kell ide. Én ütöttem ki a tévét! Tényleg én, teljesen én, ne jelentsetek fel ezért! Na jó, oké, ezt tetszett. Menjünk be csak úgy random egy házba, és eresszünk el mindent vízzel, mert hát felgyújtani nem akarom mégiscsak, mert a vizet legalább ki tudják szedni anélkül, hogy bárhogy megsérülnének. Na, csak úgy rakjuk mindenhova, Jézusom, én inkább repülve megyek.
És oké, Jézusom. Így ide is. Jaj, szegény szőnyeg. Nem baj, majd felszedik. Így mindenhova. Jó kis víz. Hiszen mindent áradás van. Jézusom. Kis áradás csinált. Most hát nem is kis, hanem Dani, ugye vár, Dani, miért csinálsz ilyeneket? Na, menjünk innenki, és pizza. Nem kell ide felirat. Minek ide ilyen pizza felirat? Azt szerintem nem tudom, annyira nem szép. Szóval ezt így szépen kiszedjük. Így, ügyesen. Ezek itt maradhatnak, az engem nem érdekel. Szökőkút az legyen lávából, mert hát az ugye milyen szép már egy nem szökőkút lávából. Na, először is ezt állítsuk el. What? Ja, mert ez már ilyen új verzió. Na most ez el fog állni? El fog. Rakjunk rá a lábát. Ne. Nem baj, akkor majd kőből lesz ott a víz, nem érdekel. Na nézzük. Na, folyjon már egy kicsit gyorsabban. Mindegy, eddig fák nem tudnak felgyulladni, mert azért ezt nem szeretném. Jó, még a metrót árasszuk el. Tőkehalakkal. Ez van, hogy ez már leért. Szóval csak ide random rakjunk tőkehalakat, így bele a vízbe. Tehát túl fogják élni a tőkehalak. Nyugodjatok meg. Mert hát ugye víz van, csak egy kicsit a metróba is befolyik. Jézusom, ezért mit fog kapni, ha ez kiderül? Ajaj, ez durva lesz. Jézusom, de megijedtem ettől a sziszegéstől. Hidat felrobbantsuk, vagy ez már nagyon durva. Robbantsuk, nem érdekel. Végülis nem én vagyok a felelős. Bocsi, Dani, ha nézed ezt a videót. De ezért kettővel kevesebb vacsorát kérek, mert eddig mindig egyel kevesebbet kértem, de ez most azért tényleg egy kicsit durva. Azért egy konkrét hidat felrobbantani. Na mindegy. Hát végülis ezért vagyunk itt, nem srácok? Hogy kicsit trollkodjunk. Na. Oké. Meggyújtva az egyik, nézzük. Mennyire fog... What? Jó van. Nem dolgoztam még fel az adatot. Jó. Kicsit még jobban itt a szélén. Így a másik szélén is mindjárt meggyújtjuk őket, és hát így adunk nekik reston jelet. Így. Oké. Na nézzük. Ja, megint nem dolgozza fel. Most már elkezdett megint. Miért nem robban fel teljesen? Jó, mindegy, ennél jobban már nem kell, szerintem az épp elég nagy kár, ezen már se autó, és csak a merész emberek mennek át, így átparkúroznak rajta, vagy nem tudom. Na nézzük, mi van még errefelé, ahol tudnánk trollkodni. Irodaházakat nem bántok, mert azoktól félek. Jézusom, nagyon-nagyon bugolnak itt a dolgok. Nincs itt valami bolt, vagy nem tudom, de elektronik, valami elektronikai bolt van itt. Menjünk. Közben itt random kocsikat így robbangassunk már fel, ha már itt vagyunk. Szegények. Esküszöm, sajnálom őket. Majd, ha nézitek a videót, akkor üzenjetek nekem, mert adok nektek gyémánt blokkot, vagy egy új kocsit elvégre. Úgyis kreatívban vagyok szinte mindig. Mert hát ugye vannak jó hacker barátaim. Sziasztok, falusiak. Itt vannak így random reston dolgok. TNT-ni. Rakok be TNT-t, ha valaki esetleg mondjuk szeretne robbangatni. Tudjátok, mit kéne csinálni? Kirabolni a boltot, na várjatok. Akkor ahhoz kell nekünk bőr, ilyen bőrszet, így, és hol van fekete színezék? Itt van fekete színezék, meg kell nekünk crafting table, így ide, gyorsan rakjuk le, így. Szépen vegyük ki a fekete öltözéket. Így. Hoppá. Rajtunk van? Nem a gatya, nem. Mindig is rajtunk a gatya. Na, most már rajtunk van. Na, változtassuk el egy kicsit a hangunkat. És raboljuk ki az üzletet. Muhahaha. Jó napot kívánok, ez itt egy rablás! Van itt bárki? Ez itt egy rablás! Azonnal adjanak ide mindent! Különben baj lesz! Vigyük gyorsan! Jézusom! Nem tudom, szerintem ezek csak vásárlók, nincs itt az eladó. Vagy nem tudom, lehet, hogy a legtetején van. Nem baj, akkor egy kicsit könnyebben lopunk legalább. De ti nem láttatok semmit, érthető?
Értető voltam? Nagyon remélem. Na, menjünk innen kifele. Na, ezeket gyorsan töröljük. Na, így, és akkor itt, de menjünk be, ide a gofrizóba, itt is majd még, nem tudom, eszek egy gofrit, de az már a majd videón kívül, szóval köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett ez a videó, akkor dobjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt. Sziasztok!